Törvénymódosítás, megszűnhet a 30%-os állami támogatás a lakástakarék konstrukció esetén. Új jogszabály, életbe lépett a hajléktalanokat érintő új szabályozáscsomag, amely plusz kiadásokat jelenthet az intézményeknek is. Jól működő közmunkaprogram, évente közel 20 millió forint értékben oszt burgonyát a lakosságnak Nyírlugos önkormányzata. Megszüntetnék a lakástakarékok 30%-os állami támogatását. A javaslatról kedden döntött a parlament. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A konstrukció már 20 éve működik hazánkban, egy olyan megtakarítási forma, amelyekkel a lakással kapcsolatos célokat tudják finanszírozni az ügyfelek. Az LTP-k által kezelt közel 1 millió szerződéshez kapcsolódó megtakarítások értéke mára meghaladta a 800 milliárd forintot. 125 igen és 49 nem szavazattal elfogadta a parlament a Fideszes Bánki Erik által benyújtott törvénymódosító javaslatot. Ennek értelmében eltörlik a lakástakarékok 30%-os állami támogatását. A lakástakarék konstrukció állami támogatása már 20 éve működik Magyarországon. Ez egy olyan megtakarítási forma, amellyel a lakással kapcsolatos célokat tudják finanszírozni az ügyfelek. Így lakás vagy telekvásárlás vagy lakásfelújításra költhető. A megtakarított összeg 30%-ával az állam is támogatja a szerződéskötőket. Ennek maximális mértéke évi 72 ezer forint, ez adó- és járulékmentes. Ezt a támogatást legfeljebb 10 évre biztosítja az állam, így összesen 720 ezer forintot kaphat egy ügyfél. Jelenleg 4 pénztár működik, a Fundamenta Lakáskassa, az OTP, az Erste és az Egon. A betétállomány alapján a Fundamenta piaci részesedése meghaladja az 54%-ot, az OTP lakástakarék 35%-kal van jelen, írja a Magyar Idők. Az LTP-k által kezelt közel 1 millió szerződéshez kapcsolódó megtakarítások értéke mára meghaladta a 800 milliárd forintot. Most felmenő rendszerben ezt az állami támogatást szüntette meg a parlament. Az előterjesztést hétfőn adta be Bánki Erik, és már kedden szavaztak róla. Az eddigi szerződéseket nem befolyásolja az indítvány, azok után a futamidő végéig továbbra is jár majd az állami támogatás. A magyarok megtakarításain belül a betétek közel egyharmados arányt képviselnek, hiszen a lakástakarékokat is ide könyvelik. 2003 és 2016 között a betét állomány évente átlagosan 16%-kal nőtt. A lakástakarék ügyfelek korábban inkább a meglévő otthonuk felújítására költötték a pénzt, amióta viszont drágulásnak indultak a lakások, egyre inkább lakásvásárlásra szánják az ott gyűjtött összeget. A magyar lakástakarék pénztárak hitelállománya 2016-ban 289, a betétállományuk 725 milliárd forint volt a portfólió összesítése szerint. Ez az összeg évről évre dinamikusan nőtt, írja a HVG. A kormánypárt azzal érvelt az állami támogatás megszüntetése mellett, hogy nem kellően hatékony, a jövőben pedig a családi otthonteremtési kedvezményt, vagyis a csokot bővíteni a kormány, ugyanis Bánki Erik szerint az beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Már több mint 90 ezer család, összesen 250 milliárd forint összegben kapott segítséget a saját lakáshoz jutáshoz. A képviselő kifejtette, 2010 és 2017 között a pénztárak kezelői és a konstrukció forgalmazói 60 milliárd forint extra profitra tettek szert. Még az ősz folyamán várhatók bejelentések arról, hogy a lakástakarék pénztárak kivezetése után milyen lehetőségekkel gazdagodik a CSOK program. Ahogy a köztársasági elnök aláírja a törvényt, a következő napon már nem jár állami támogatás az újonnan megkötött lakástakarékokra. Október 15-től 4 órával meghosszabbították a hajléktalan emberek számára fenntartott nappali melegedők nyitvatartását. A nappali melegedők és az éjszakai menedékhelyek nyitvatartása így illeszkedni tud egymáshoz. Ez a módosítás azonban plusz kiadásokat jelent az érintett intézményeknek. Nyíregyházán körülbelül 20-30 ember élhet az utcákon. Reggel 8-tól délután 6-ig kell a nappali melegedőknek nyitva tartani, az éjjeli menedékhelyeknek pedig este 6-tól reggel 8-ig kell ellátni a rászorulókat. Ez tartalmazza az új törvény, amely október 15-én lépett életbe.
A változás azonban problémákat okoz az intézményeknél. Erről Laborci Géza, az Oltalom Szeretett Szolgálat intézményvezetője beszélt 35 perc című műsorunkban. A fő probléma az, hogy ezt országosan egybe azt mondták, hogy reggel 6-8-tól délután 6-ig kell a nappali melegedőnek, és este 6-tól reggel 8-ig az éjjeli menedékhelynek. Nem azt mondták, hogy a egy-egy településen a szolgáltatók kötelesek a folyamatos nyitvatartást és a helyi sajátosságokat figyelembe lehet venni, hiszen mi már most is a helyi sajátosságok figyelembe vételével tulajdonképpen... 0-24-et tudnak biztosítani. Úgy, igen, de úgy, hogy reggel 8-tól délután 4-ig van nyitva a nappali melegedő, és elmennek a másik helyre, és ott már fogadja őket a rendszer. És mondjuk téli viszonyok között ez teljesen életszerű, hiszen délután 4-kor már sötét van. Így van. Már most az őszi időszakban azt tudom mondani, hogy 3 óra, 2 óra, 3 óra körül az ellátottak elindulnak az éjjeli menedékhelyre, hogy még világosba odaérjenek. Most fölveszünk 2,5 embert arra, hogy körülbelül 3 órától 6 óráig malmozzanak a nappali melegedőn, az üres épületben, amire 99%-ban nem lesz kihasználva. Az Oltalom Szeretett Szolgálat körülbelül 500 millió forintból gazdálkodik éves szinten. A változáshoz több munkaerőre lesz szükség, ami pluszköltséggel jár majd a szervezetnek. Én azt gondolom, hogy ennek van egy elvi része, amelyik nehézséget okoz, hogy nem a hajléktalanokat, hanem a kiváltó okokat kellene megszüntetni, és alapvetően azt gondolom, hogy ebben az egészben, ami egy nagyon komoly társadalmi jelenség, hajléktalanság, itt senki nem tud egyedül eredményt elérni, hanem csak egymásra figyelve lehet. Nagyon komoly összefogás. Összefogás, így van. A törvényhozás, a kormányzat, a szakma, az ellátók, a civil szervezetek, a társadalom, ez egy bonyolult, közös játék, ha szabad ezt így neveznem. Tehát a szociális háló az így alakul ki, és hogyha ehhez egyoldalúan bárki hozzányúl, akkor az nagyon rossz irányokat indít el. Laborci Géza hozzátette, mindenki egyetért abban, hogy ne legyenek hajléktalanok az utcákon. Az Oltalom Szeretett Szolgálat intézményi keretek között körülbelül 300 embert lát el Nyíregyházán. Ehhez képest körülbelül 20-30 ember van az utcákon, így a helyi helyzet nem rossz ebből a szempontból. Az életbe lépett új szabályozás csomag tiltja az életvitelszerű utcán lakást, azaz az utcai hajléktalanságot. Már nem csak az önkormányzat által kijelölt területeken nem tartózkodhatnak hajléktalanok, hanem egyetlen közterületen sem. Az új szabály szerint első körben közérdekű munka szabható ki a hajléktalanra, de ha ezt nem vállalja, elzárás jön. Az a probléma, hogy azok, akik már az utcán élnek hosszú ideje, azok legtöbbször már annyira leépült, vagy valamilyen szenvedélybetegség, vagy valamilyen pszichiátriai betegség következtében leépült emberek, akiknek már nem az a reális látószögük, mint nekünk. Tehát ők nem is értik. Nem tudnak közösségben együtt élni. Nálunk is vannak olyanok, akiket nagyon nehezen tudunk az ellátórendszerben kezelni, mert egyébként mondjuk pszichiátriai betegek, de amióta megszűntek a pszichiátriai intézetek, azóta ezek nálunk vannak. Ez nem szociális kérdés csupán, hanem ez már egészségügyi kérdés is. Az ellátottak számára saját kulcsosszekrényt biztosítanak az Oltalom Szeretett Szolgálatnál. Így nem az a probléma, hogy nem érzik biztonságban értékeiket az ellátottak, sokkal inkább az együttélés szabályait nem tudják, vagy nem képesek sokszor betartani, tette hozzá Laborci Géza. Erőszakkal pedig senkit nem lehet ellátni. A szociális munka lényege ugyanis, hogy egy bizalmi kapcsolat alakuljon ki az ellátó és az ellátott között. Ez az új szabályozás pedig nem segíti ennek a kapcsolatnak a kialakítását. Évente közel 20 millió forint értékben oszt burgonyát a lakosságnak Nyírlugos önkormányzata. Ezt a mennyiséget alig 50 fő termeli meg egy több mint 10 hektáros területen közmunkaprogram keretében. A település polgármestere szerint ez mindenki számára hasznos, valódi értékteremtő munka. Ez a néhány ember éppen burgonyát válogat és pakol zsákokba közmunkaprogram keretein belül. Nyírlugoson az 1990-es években indult el a közfoglalkoztatás, azóta nem létezik itt segély. 5 éve még közel 500 fő dolgozott így a településen. Nem csak nyírlugosiak, a környező településekről is átjártak, hogy kézzelfogható eredménye legyen a munkának. Ez a hosszú idő munka segített abban, hogy megtanultak dolgozni az emberek,
meglett az önbecsülésük, és most ott tartunk, hogy összességében egy olyan 30-50 közötti közmunkásunk van, a többi elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon. Kétszeres, háromszoros, vagy akár négyszeres munkabérért. Nyírlugos területén közel 60 hektár földterület áll a közmunkaprogram keretében gazdálkodók rendelkezésére. Ebből több, mint 10 hektáron burgonyát termelnek. Egy kiló krumpli ára jelenleg 150 forint körül mozog, egy 32 kilós zsák zöldség ára így majdnem 5000 forint. Nyírlugoson közel 4000-en laknak életvitelszerűen, és a közmunkával megtermelt burgonyából mindannyian kapnak. Ez azt jelenti, hogy évente közel 20 millió forintnak megfelelő krumplit ott szét a városvezetés. Minden nyírlugosi személy állandó lakhelyen rendelkező, a Csecsemétől az Agostyánig kap egy zsák, négy zsák burgonyát, ami 32 kiló, úgy gondolom egész térre elég a családoknak. Valamint termelünk hagymát, vörös hagymát, amit itt láttak, abból is majd osztunk ki a családoknak. Termelünk vörös káposztát, fejes káposztát, fehér káposztát, karalábét és kápia paprikát. A megtermelt zöldségek egy részét a közétkeztetésben használják fel, kerül belőlük az önkormányzati konyhára és a szociális ellátóhelyekre, de közvetlenül a lakosságnak is jut a zöldségekből. Néhány zöldségfélét, köztük a paprikaféléket és a zöld borsót ugyan károsította a hosszú, aszályos időjárás, a csemege kukoricának ugyanakkor jót tett a meleg, rekordtermés várható. A zöldségtermés az idén megközelítheti a tavalyihoz hasonló 1,9 millió tonnát, a mennyiséget azonban az októberi időjárás még akár 5%-kal is befolyásolhatja, mondta a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az MTI-nek. Ledó Ferenc közölte, a hajtatott zöldségekből a tavalyi 439,5 ezer tonnához hasonló mennyiséget várnak. A július vége és az augusztus 20-a közötti hőség miatt jelentős károkat szenvedtek, főleg a hajtatott paprikafélék. Az augusztusi meleg pedig a hajtatott paradicsomnál okozott minőségi és mennyiségi kárt. A zöld borsó és a vörös hagyma termés mennyisége is elmarad a tavalyitól. Kedvezett viszont az időjárás az ország nagy részén a csemege kukoricának, amelyből a 34-35 ezer hektárt kitevő területről rekord vagy rekord közeli termés várható 550-600 ezer tonnával. A Fidesz az elmúlt 8 évben módszeresen rombolta Magyarországon az önkormányzatiság rendszerét, hangzott el az MSZP nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Jeszenszky András, a párt nyíregyházi elnöke elmondta, a rendszerváltás után bevezetett önkormányzati rendszerben bár volt szükség korrigálásokra, azonban az összességében véve nem működött rosszul. A politikus úgy fogalmazott, mára azonban a Fidesz szinte teljesen elvett minden jogkört és feladatot a megyei és települési önkormányzatoktól, és sokszor a helyi vezetők felett születnek döntések a helyi ügyekben. Az elmúlt 8 éves ténykedés a Fidesznek egyértelműen az önkormányzatok csorbítását jelentette Magyarországon, hiszen jelentős intézményi feladatellátások kerültek el az önkormányzatoktól állami fenntartásba. Ilyenek például ugye az oktatás, a szociális kérdéseknek az ügyintézése, illetve a segélyezéseknek az ügye. Ráadásul ugye nagyon sok olyan nagy beruházás van, ami most már állami szinteken dől el, és gyakorlatilag a helyi önkormányzatok feje fölött hoznak olyan döntéseket, amelyek nem feltétlenül egy-egy adott településen élők, akár például itt ebben az esetben Nyíregyházán élőknek az érdekeit szolgálják, hiszen az önkormányzatok kikerülésével egy-egy ilyen döntés állami szinten születik meg. Egyre több program és segítség áll azok rendelkezésére, akik szeretnék elsajátítani az újrajelesztés szabályos technikáját. Az Európai Unió statisztikája szerint, ha az első segélynyújtási projekt elérni a kívánt célt, megháromszorozódhatna a hirtelen szívmegállás túlélők száma. Ez azért is fontos, mert jelenleg a hirtelen szívhalál a vezető halálozási ok. És akkor oda kell hajolni az orrához és a szájához, fordítva úgy, hogy közben 10-ig elszámolsz, és ugye figyeled a mellkasnak a mozgását. A fiatalok éppen azt tanulják, hogyan kell megkezdeni az újraélesztést. 2013 óta minden év október 16-a az Európai Újraélesztés napja. Ennek célja, hogy népszerűsítsék a laikus életmentést és felhívják a figyelmet arra, hogy cselekvéssel életet lehet menteni, ehhez pedig egyetlen egy dologra van szükség, lélek jelenlétre.
A hirtelen szívhalál az a világon, és így hazánkban is egy vezető haláloknak számít. Nagyon sok ember kerül ilyen körülmények között a keringés megállás állapotába, és ez dominálóan otthon, közterületen, munkahelyen következik be, tehát mindig van a beteg körül egy olyan ember, aki észlelhetné ezt az állapotváltozást, ezt a kritikus állapotot. Riasztva a sürgősségi ellátó rendszert és elkezdve az alapszintű újraelesztést a mellkas nyomásával, egy művi keringés biztosításával, gyakorlatilag meg többszörözhetné a sikeres újraeleszthetőségnek a lehetőségét és arányát. Szívmegállás esetén minden újraélesztés nélkül töltött perc közel 10%-kal csökkenti a túlélési esélyt. Ahhoz, hogy valaki hatékonyan segítsen baj esetén, 3 lépésre van szükség. Tudja észlelni a bajt, tudjon segítséget hívni, valamint tudjon és merjen elkezdeni egy alapszintű újraélesztést. Erre szolgálnak többek között a hősképző programok. Ezekkel a programokkal azt tudjuk előidézni, hogy ha bekövetkezett egy ilyen esemény, tehát valahol valaki hirtelen keringés megállást szenvedett el, akkor minél nagyobb számban, arányban legyenek olyan képzett elsősegélynyújtók, akik ezt észlelik, elkezdik a segítségét, ezáltal a túlélhetőségét ennek az epizódnak tudjuk ezzel javítani. Tehát nem a bekövetkezési valószínűséget tudjuk csökkenteni, hanem a sikeres túlélhetőséget tudjuk gyakorlatilag jelentősen emelni. Az Európai Unió statisztikája szerint, ha ez a közösségi elsősegélynyújtási projekt, program olyan mértéket érne el, amit célszerű lenne elérni, akár 60%-át ezeknek az epizódoknak sikeresen túlélhetnék a betegek, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag meg háromszorozhatnánk a sikeres túléléseknek az arányát. Hazánkban körülbelül 25 percenként hal meg valaki hirtelen szívhalál következtében. Ez évente 20-25 ezer embert jelent. Huszonnyolc óboda 280 gyermekét várják csütörtökön a Continental Arénába. A nyíregyházi csarnok ad otthont idén a 25 éves múltra visszatekintő óvodások játékos sportfesztiváljának. A szervezők célja, hogy a gyermekek számára ne a versenyről szóljon a rendezvény, hanem képességektől függetlenül a játékos együttlétről és a sportszeretetről. 25 éve még 6 óvoda részvételével rendeztek a Nyíregyházi Városi Stadionban sporttalálkozót az óvodás gyermekeknek. Akkor még versenyeztek egymással a kicsik és az intézmények. Az évek során átalakult a rendezvény, és verseny helyett fesztivál jelleget kapott. Rájöttünk, hogy nem kell nekünk versenyezni, hiszen az óvodás gyerekek nem életkori sajátosságokból adódóan nem érettek még arra, hogy versenyezzenek, viszont arra érettek, hogy egy ilyen nagy helyiségben, egy nagy tornacsarnokban játszanak, mozogjanak, de ez egy sokkal örömtelibb legyen, mint hogy a versenyre készüljünk. Akkor jó egy rendezvény, amikor mindenki nyerhet, és mindenki részt vehet. Itt már, ha a képességeket nézzük, azt mondjuk, hogy lehet egy szerényebb képességű gyerek is, aki esetleg futni nagyon tud, viszont esetleg nem tud olyan jó labdajátékot játszani. De lehet, hogy van olyan gyerek, aki jó magas, nagyon gyorsan tud futni, vagy éppen a nyuszi futást tudja nagyon jól, vagy a nyuszi ugrást, de esetleg egy másik tevékenységben egy picikét kevesebb teljesítménye van. Adjuk meg a lehetőséget mindenkinek, hogy a saját képességeit tudja kamatoztatni. Nem csak az óvodások sportfesztiváljának a tartalma, hanem a helyszíne is változott az évek során. Az egyetem atlétika csarnoka és a Bemiskola után a Continental Arénába került a rendezvény. Idén 28 óvoda, 280 gyermeke érkezik a csarnokba. A sportfesztivál célja a találkozáson és a játékos együttléten túl az is, hogy már fiatalkorban megszerettessék a gyermekekkel a sportolást. Azt mondjuk, hogy bármilyen 5-5 fős gyerekeket el tudunk vinni, elvisszük azokat a gyerekeket is, akik most még nézelődőek, esetleg kis-középső csoportosok. Ők ott lesznek a nézőtéren és figyelnek. Ahogy a nők is megnőnek és nagy csoportosok lesznek, valószínű, hogy fognak jelentkezni az óvodinél, hogy ők szívesen részt vennének egy ilyen fesztiválon, egy ilyen játékos vetélkedőkön. Hiszen ezek az eszközök, amit a sportcentrumtól kapunk, nagyon látványosak, minden eszköz szinte olyan, amit az óvodában használunk. Akár rollerről beszélek, akár nagy labdáról, vagy bármilyen eszközről, mindezeket használjuk az óvodában. És a gyerek látja, hogy ezt biztonságosan ő már tudja kezelni, szívesen részt vesz ezen a fesztiválon. Szikszai Róbert vagy Hellebrand Máté. Nyíregyháza olyan ismert sportolói, akik egykor maguk is részt vettek az óvodások sportfesztiválján. A rendezvény az utánpótlás elérése szempontjából is jó lehetőséget biztosít.
Ugye most a mai sport az megköveteli, hogy minél hamarabb szólítsuk meg, keressük meg azokat a leendő versenyzőinket, akik tudnak csatlakozni a sportcentrum kötelékébe, és hát ennek is egy rendezvénye lesz ez a csütörtöki fesztivál, úgyhogy mindenféleképpen erre még nagyobb szélességben szeretnénk a jövőben kiterjeszteni az erőinket, és én bízom benne, hogy egyre több gyerek fog aktívan sportolni. Az óvodások játékos sportfesztiválján nem csak minden gyermek lesz éremmel és ajándékokkal gazdagabb, hanem az óvodák is megkapják a feladatok során használt sporteszközök egy részét. A sánkhái tornán győztes Novák Djokovic Roger Federert megelőzve feljött a második helyre a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyen Fucsovics Márton szintén egy pozíciót javítva a 41. helyen áll. Fucsovics Sánkhájban a második fordulóban búcsúzott, ezen a héten pedig nem játszik. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Megszüntetnék a lakástakarékok 30%-os állami támogatását. A javaslatról kedden döntött a parlament. A konstrukció már 20 éve működik hazánkban, egy olyan megtakarítási forma, amelyekkel a lakással kapcsolatos célokat tudják finanszírozni az ügyfelek. Az LTP-k által kezelt közel 1 millió szerződéshez kapcsolódó megtakarítások értéke már meghaladta a 800 milliárd forintot. Október 15-től 4 órával meghosszabbították a hajléktalan emberek számára fenntartott nappali melegedők nyitvatartását. A nappali melegedők és az éjszakai menedékhelyek nyitvatartása így illeszkedni tud egymáshoz. Ez a módosítás azonban plusz kiadásokat jelent az érintett intézményeknek. Nyíregyházán körülbelül 20-30 ember élhet az utcákon. Évente közel 20 millió forint értékben oszt burgonyát a lakosságnak Nyíllugos önkormányzata. Ezt a mennyiséget alig 50 fő termeli meg egy több mint 10 hektáros területen közmunkaprogram keretében. A település polgármestere szerint ez mindenki számára hasznos, valódi értékteremtő munka. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 16-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Egy magas nyomású légköri képződmény peremén a Kárpát-medence felé változó, többnyire alacsony nedvességtartalmú, továbbra is enyhe levegő áramlik. Az előttünk álló éjszaka többnyire gyengén felhős idő várható. Csapadék nem lesz, a keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos idő várható, kevés fátyol felhővel. Csapadék nem lesz, az északkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban változóan felhős időre készülhetünk, néhol gyenge eső sem kizárt. A minimum hőmérséklet lényegesen nem változik, de lassanként gyengül a nappali felmelegedés.